Több mint 6 millió forintnyi gázszámlatartozást engedett el az EON a pokoli toronyként elhíresült veszprémi toronyház hátralékából. Az évek óta fizetési gondokkal küzdő társasház problémájának megoldásáról már szinte mindenki lemondott. A máltai szeretetszolgálat azonban látott fantáziát az épületben, ezért több lakást is megvettek, s ott berendezkedtek. A szeretetszolgálat és a szolgáltató együttműködésének köszönhetően sikerült a tartozást csökkenteni, de a még fennmaradó közel 7 milliót is kamatmentesen fizetheti a ház 5 év alatt. Így nézett ki a hajdan szebb napokat is látott épület Veszprém belvárosában, mielőtt a máltai szeretetszolgálat betette ide a lábát. Az 1965-ben munkásszállónak épült, majd társasházzá alakított toronyház fokozatosan vált a város egyik leghírhettebb épületévé, ahova a postás is csak rendőri kísérettel mert bemenni. Mára jelentősen megváltozott az itt élők sorsa. Itt nagyon sok súlyos problémát kellett megoldani, hiszen nem volt villany, nem volt víz, nem volt lift, nem volt fűtés, nem volt szemétszállítás, illetve tulajdonképpen elvitték volna a szemetet, ha bárki beledobta volna a kukába, de hogy itt a ház körül nőttek a szeméthalmok, tehát nagyon-nagyon mélyről indultunk. A házban közösségi tereket alakítottak ki, portaszolgálat működik, és most már újra biztonságos a környék is. Újra van az épületben víz, gáz és elektromos áram. Az EON-nak köszönhetően pedig jelentősen sikerült csökkenteni a házban felhalmozott tartozásokat is, mert több mint 6 millió forintot elengedtek a hátralékokból. Háznak összesen 6 millió 800 ezer forint tőke tartozása, és mintegy 6 millió 100 ezer forint kamat, késedelmi kamat tartozás és végrehajtási díj tartozása volt. Amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal áttekintettük a helyzetet, kölcsönösen megkerestük azokat a pontokat, amelyek a háznak még bevételi forrásai, és ehhez optimáltan megpróbáltunk egy kamatmentes törlesztési konstrukciót megtalálni. Az EON és a Szeretetszolgálat együttműködésének köszönhetően a ház a tőketartozását 5 év alatt kamatmentesen fizetheti. Az ott lakók közül pedig az eddig meglévő 30 mellé újabb 25 lakás juthatott feltöltős villanyórákhoz. Ezeknek a töltéséhez pedig egy terminált is kihelyeztek az épületbe, hogy ezzel is segítsék az itt élőket.